Ma van a 15. évfordulója annak, hogy szélső jobboldali terroristák Tatár szentgyörgyön Molotov koktél dobtak Csorba Robert házába, majd amikor kisfiával a karjában kimenekült a lángok közül, lelőtték őt és a négy és fél éves Robikát. A kettős gyilkosság a több mint egy évig tartó, hat emberéletet követő rasszista sorozatgyilkosság legnagyobb média figyelmet kapó eseménye volt. A pár éves kisfiú holteste, akit pusztán származás miatt gyilkoltak meg hidegvérrel, végre képes volt felrázni a magyar közvéleményt, még ha csak rövid időre is. Bulvárhírként képes volt hullámokat verni, de súlyához méltó módon már akkor, amikor megtörtént, már akkor sem tudott beépülni a közbeszédbe, és utána hamar teljes politikai gettóba szorult. Sokan foglalkoztak vele, újságírók, médiamunkások és filmesek, de a második világháború utáni legsúlyosabb politikai bűncselekmény sorozat, terrorakció, Valójában soha nem tudta közös emlékezetünkben azt a helyet elfoglalni, amit annak a súlya megkövetelne. Hogy miért maradt ez a tragédia feldolgozatlan, hogy miért nem tudott február 23-a közös, nemzeti gyásznapunkká válni, annak azokat sokan keresték már, de valójában mindannyian tanácstalan és kétségbesett értetlenséggel tudunk csak előtte állni. Még odáig sem sikerült eljutnunk, hogy legyen egy közös név arra, ami történt. Roma gyilkosságok, gyilkosságok, romák ellen elkövetett támadások, rasszista sorozatgyilkosság, terrorakció. És hát tudjuk, hogy amikor a nevekkel kell egyensúlyoznunk egy történelmi esemény kapcsán, még az 56-os forradalom végi megítélését, ellenforradalom népfelkelés és így tovább. Szóval ez mindig valamilyen súlyos rendszerhibát jelez. A sorozatgyilkosság emlékezetét kis áldozatos csoport tartotta benne a köztudatban, de ez sajnos csak arra volt elég, hogy gondolkodásunk perifériáján megtartsa, egy zavaró mementóként, amire folyikon emlékeztetnek minket. Nekem sem jutott volna eszembe, hogy már 15 éve történt meg a tragédia, a hídvégi B. Attila barátom nem hívja fel rá személyesen a figyelmem. Mi más lehetne erre mondani, mint azt, hogy egy magát baloldalinak, rendszerkritikusnak tartó médium főszerkesztőjétől ez bizony szégyen teljes szakmai hanyagság. 2019-ben a fővárosi roma nemzetiségi önkormányzat a második János Pál pápa téren emléktáblát állított az áldozatoknak, ahol civil szervezetek évről évre koszorúzással emlékeznek meg a tatár szentgyörgyi tragédiáról. Idén is volt koszorúzás, pénteken délután 4 órakor. Az Egy Magyarország kezdeményezés pedig petíciót indított, hogy legyen országos emléknap a romák elleni terrortámadás. Az országban egyedül Józsefváros önkormányzata állt bele a kezdeményezésbe, és Budapest 8. kerülete a tegnapi napon emléknappán nyilvánította február 23-át, megismétlem, egyedül az ország települései közül. Ma este, amikor az adás véget ér, én is oda megyek majd, hogy egy koszorúval legalább a kegyeleti minimumot teljesítsem. Sokan sok energiát raktak abba az elmúlt 15 évben, hogy bent tartsák a köztudatban azt az egyedülálló esetet, amikor 40 évvel a holokauszt után származásuk miatt töltek meg embereket Magyarországon. Mégis vak volt. Hasonlóképp vak volt, mint az, hogy roma polgártársainkat a rendszerváltás óta folyamatosan kiemelten sújtják azok a társadalmi igazságtalanságok, amelyeknek a megoldására egyik kormányzat sem tudott választ adni. Nekik ráadásul olyan előítéletekkel is meg kell küzdeniük, amelyekkel sorstársaiknak nem. Mindenre a, probléma egyet, egy, a probléma együttesre egyik politikai erőnek se volt átgondolt rendszer szintű válasza. A cigány magyarokat egy dolog különbözött ugyanis meg a fehér magyaroktól: az ellenük a többségi társadalomban meglévő rasszista előítéletek. 2005-2009-ben az mutatkozott meg, hogy ezek a szó szoros értelmében gyilkossá is tudnak válni. Ebben az országban sosem volt könnyű szexuális, etnikai vagy kulturális kisebbség tagjának lenni mint ahogyan nem könnyű Budapesten kívül tisztességes bérért munkát találni, megfelelő egészségügyi ellátáshoz hozzájutni, egy ledolgozott élet után járó nyugdíjból a nyomorgáson túl tisztességben megöregedni és méltósággal meghalni. Ebben az országban a többségnek, akik a kisebbségek összessége, sosem volt könnyű az élet, és mégis mindannyiunk közül a legsúlyosabb, a legmélyebb kirekesztés mindig is a cigányokat sújtotta. Nincs, és nem is volt soha Magyarországon antirasztista politika. Nincs olyan politikai közösség, amelynek fő ügyei között lenne Magyarország egyik fő politikai ügye. A leszakadó és kirekesztett csoportok képviselete mindig olyan ügyek, amelyeket mintha erőszakkal kéne betuszakolni a közbeszéd homlokterébe, és csak úgy tudnak kereteződni, mintha ezek nem a mi ügyeink lennének, mintha nem a többség ügyei lennének. Holott azok? Ezeket az ügyeket közösségben kell képviselni, ami egy baloldali politika feladata lehetne. A sorozatgyilkosság egyfajta bűnügyi bulvárként került be a magyar közbeszédbe, számos szó esett a rendőrség és a szolgálatok bénázásáról, sokkal kevesebb arról, hogy milyen állapotban van az a társadalom, ahol a gyilkosság válik politikai válaszá. A gyilkosság sorozatban az elkövetőkre fókuszálódott a figyelem, mint ahogy a mostani kegyelmi ügyben a kiszolgáltatott gyerekek tömegeinek évtizedek óta vállalatlan helyzete is pedofil problémává egyszerűsödött le. Mivel nincs politikai munka, ezért rendszer szintű problémákon már képtelenek vagyunk felháborodni, mert akkor a felháborodás állandó állapotában kellene élnünk, amelynek a levezetésére csak politikai munka, a politikai közösségépítés lehetne válasz, csak hát ezt ugye ellehetetlenítette az elmúlt 14 év. Ezért alkalomszerű felháborodások tudják csak egymást váltani, a közönnyel, a beletörődéssel és a kilátástalansággal. A sorozatgyilkosság abban az időben történt, amikor megjelent a magyar politikai palettán a Jobbik és a Magyar Gárda, és ezzel párhuzamosan eltűnt a baloldal. A nyíltan rasszista szélső jobb mellett az indulatokat pacifikált keretbe szorító szélső jobb volt a másik politikai opció. A NER ennek az ideológiának a jegyében épült ki. A kettő folyamat nem véletlenül esik egybe. A baloldali politikusok elárulták a választóikat, és nem tudták megoldani a rendszerváltás óta halmozódó társadalmi feszültségeket, így aztán a baloldali válaszok hiteltelenné váltak. A közösségi politizálás, az antirasszizmus hiteltelenné vált, és egyedül a szélső jobb tudott azon a hangon szólni, amelyről úgy érezték a tömegek, hogy az ő problémáikat érinti, hogy róluk szól. A sorozatgyilkosság a harmadik magyar köztársaság politikai válságának legtragikusabb jele volt. A magyar közélet ebből a válságból azóta sem tudott kikerülni. Nem véletlen tehát, hogy magát a tragédiát sem voltunk képesek máig sem feldolgozni.